Ugyan az előző játékban vége lett a játéknak, de hát ez egy elég egyoldalú vég, hiszen gyakorlatilag a támadók ott állnak, mint egy rakás szerencsétlenség, és arra várnak, mindegyik őket lelőjük. Mi lenne, hogyha lenne lehetőségük legalább egy kis mozgásra? Ezt egyébként anno annak idején a támadóknál már valahol beépítettük, véletlenül vagy hosszú távon gondolkodva, hiszen minden egyes támadónak kéne, hogy legyen egy olyan tulajdonsága, hogy sebesség. Alapértelmezetten 0,1 pixelnyi sebességet gondoltam anno annak idején, de hát ezt még nem használtam föl. Na akkor használjuk föl, de nem ebben a videóban. Na nézzük. Azt mondja, hogy a következőt fogjuk. A game ne egy boolean-nel térjen vissza, hanem vizsgáljuk azt a dolgot, hogy egészen addig, ameddig a visszatérő érték egy nulla, addig halad a játék. Majd, amikor kilépünk a játékból, akkor a következőt fogjuk megtenni. Megvizsgáljuk, hogy vajon mivel ugrott ki. Hát ez így nem jó. Ugye az a nagy helyzet, hogy így nem tudjuk megvizsgálni, hiszen újra meg kéne hívni ezt a Game Let's Game-et, ami viszont már újabb változást fog generálni, ebből az okból kifolyólag nem biztos, hogy ugyanaz lesz a végeredmény. Ezért tehát ezt az egészet úgy, ahogy van, átalakítom, és azt mondom, hogy csinálok egy mondjuk endgame változót és annak az állapotát, és azt mondom, hogy ez legyen nulla. Ezt pedig innen kivágom, és azt gondolom, hogy vizsgálom az endgame-et, hogy az nulla. Innentől fogva ez ugye egy végtelen ciklus, de az endgame értékét azt a let's game metódus, a game osztály let's game metódusából fogom származtatni. Így már tudom vizsgálni, hogy mivel lépett ki, és hogyha azt mondom, hogy az endgame az mondjuk egy, amikor kilépett, akkor győztünk, tehát hoppá, itt azt mondja, hogy felirat egyenlő you win, és akkor abban az esetben, hogyha nem egyenlő, akkor viszont a felirat legyen egyenlő you lost. Itt van a felkiáltó. És itt az info ablaknál pedig nem end galaxy game, hanem azt mondjuk, hogy felirat. És innentől fogva, attól függően, hogy a game, let's game metódusa mivel tért vissza, attól függően a you win, illetve a you lost feliratot. Ezt ugye biztos érted, tehát fogtunk egy memória változót, beletettük azt, hogy you win egy stringet, és amennyiben ez nem egy, vagyis nem egyel tértünk vissza, akkor vesztettünk. Természetesen veszteni még nem tudunk, de már előkészítettük a dolgokat. Minden esetre a mostani állapotban, mivel csak nyerhetünk, ezért a let's game az egész értékkel tér vissza. És hol térünk vissza? Itt. Ha támadók száma elérte a nullát, akkor egy. Egyébként pedig most nulla. Egy kicsit megváltozott így, mert pont az egy nulla pont fordítva, de hát most éppen azt tartjuk igaznak, hogy ha nulla. Tehát most működik a játékunk továbbra is, ugyanúgy le tudom lőni az összes támadót, és nyerhetek. Veszteni még mindig nem veszthetek, viszont most már benne van a lehetőség, hogy veszítsek. Na nézzük meg, hogy hogyan tudnám ezt elveszíteni, akkor mozogjanak azok a támadók.